Továbbra is vízhiány van a térségben, amelynek megoldására a tavaszi csapadék mennyiség sem volt elég, hangzott el Bodnár Gáspár beszámolójában. A Feti vízik igazgatója kiemelte az 1500 főt, akit közfoglalkoztatottként alkalmaznak, valamint azt a 172 távjelzőrendszert, amelyek a hegyvidéki eseményekről adnak folyamatos tájékoztatást a szakembereknek. Ez évente több, mint 10 millió forintos kiadást jelent a vízügyi igazgatóságnak. Az utóbbi években sosem látott fejlesztések valósultak meg a térségben, ennek is köszönhető az, hogy a kisebb belvízi helyzetek nem okoztak komolyabb károkat eddig az évben. Ennek ellenére vannak még hiányosságok. Az én kívánságom az volt tulajdonképpen a Feti vízik felé, hogy mindenképpen mielőbb érjük el azt az állapotot, amikor meg tudjuk tölteni a csatornáinkat lehetőleg folyó vízzel. Tehát úgy értem, hogy nem pangó vizek lesznek, hanem mozgásban lévő vizek, de megfelelő szinten tartott vizek, illetve a természetes puffertározóink azok minden esetben lehetőségekhez mérten, és akkor, amikor erre lehetőség van, kerüljenek megtöltésre. Ugyanis ez nagyon nagyba befolyásolja a Szatmár-Bereg, illetve Felső-Szabolcsi térség talajvíz szintjét, amely pedig rendkívüli hatással van a mezőgazdaságra, ami ugye tudjuk megyénkben az egyik legfontosabb megélhetési forrás a turizmuson keresztül. Tehát azt kell mondjam, hogy a víz az úr felettünk. Felmerült a gáton 8 km hosszan hiányzó kerékpárút befejezésének kérdése is. A tervek szerint Kocsortól Vásárosnöményig összefüggő kerékpárút hálózat épül majd ki, azonban ehhez még keresik a megfelelő forrásokat. Erre azonban csak a következő fejlesztési ciklusban kerül sor. A megye vízpótlásának helyzete leginkább a délnyírség, és ezzel összefüggésben a Hajdúhátságnak a vízpótlásáról van szó, amely hát komoly mezőgazdasági potenciálokat jelenthet, hogyha meg tudjuk oldani, hiszen ebben a térségben olyan termőtalajok vannak, amelyek hát most már az kiszáradás rémivel néznek nap mint nap szembe. Ez persze egy több tízmilliárdos program, hogy ezt meg lehessen oldani, illetve hát öntözési rendszereket lehessen kapcsolni. A vízügy is gondolkodik ennek a programnak a tervezésében, és ezt folyamatosan napirenden tartjuk a döntéshozóknál, az illetékes minisztériumoknál, agrárminiszter úrat is ezzel meg fogjuk keresni, hogy a következő fejlesztési időszakra ennek a tervezési feladatai megvalósuljanak, és a következő 7 éves uniós fejlesztési ciklusból ezt a programot el tudjuk kezdeni megvalósítani. Nagy vitát váltott ki a közgyűlés résztvevői között a Magyar Közút ZRT és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beszámolója. Top 1 keretein belül 69 kilométernyi út újul meg 6 milliárd forintból, és megépül az Ibrány-Nagyhalász csomópontjában régóta várt körforgalom is. Hasonló méretű beruházások valósulnak meg a top 2 és a 100 milliárdos program támogatásából is. A napi rendelőt szinte az összes közgyűlés tag felszólalt. Többen szóvá tették Győrtelek belterületét és a 38-as utat, de a legkritikusabb pontnak a határátkelő környéke bizonyult. Egy elkészült körforgalmat követő 5 méterrel már teljesen rossz a burkolata az útnak. Az kiderült itt, hogy ennek építési engedélye van 2019-ig, ezért rendkívül fontos lenne szerintem, hogy a munkát el is kezdjék, ameddig az érvényes építési engedély az út felújítására megvan. Javaslatot is tettem arra, hogy a közgyűlés foglalja majd ebben állást a következő ülésén, hogy kérjük ennek a megújítását. Ugyanilyen fontosnak tartom magam részéről, de valószínűleg mások is, és egyetértés is alakult ki még a szakemberekkel is, hogy a Ömböly határátkelő helyre elkészült úttól Ömböly és Nyírbéltek települések között viszont nagyon rossz az út. Az új út az kiváló minőségű, ugyanakkor ott van egy 5 kilométeres vagy 4 kilométeres olyan szakasz, ami alig-alig járható. Szerintem annak a felújítására is mindenképpen rövidesen sort kellene keríteni. És itt más olyan útszakaszok is szóba kerültek még ezen kívül, ami részben más román-magyar határon megnyílt határátkelő helyhez vezető útnak a felújítását jelenteni. Szerintem ebben nagy egyetértés és tud kialakulni a közgyűlésen belül a későbbiek során. Helmeci László is felszólalt a témával kapcsolatban. Ő azt kezdeményezte, hogy az autópályák legapróbb hibáinak javítása helyett a valóban kritikus útszakaszok nagy felületi felújítására helyeződjön a hangsúly. A sok hiányosság mellett a már felújított utakat is bemutatták. A közúttal kapcsolatosan arról hajthatunk, hogy nagyon sok közútunk megújult az elmúlt időszakban, és nagyon sok közút, amelyet megkívánunk újítani ebben vagy a jövő esztendőben, nagyon sok ilyen jellegű munkálat előkészült, hiszen ezek a munkálatok hosszú időt vesznek. Itt tervezési szakasz van, előkészítési szakasz van, természetesen pályáztatás van, és utána kezdődik majd a kivitelezés. Ezek az előkészületek folynak sok esetben, és úgy néz ki, hogy az idei évben is nagyon sok utunk meg fog újulni, és a jövő esztendőben 2019-ben is.
A folyamatban lévő útfelújítások és a következő években induló fejlesztések egy része már nem uniós, hanem hazai forrásból valósul meg. Ehhez azonban további forrásokhoz kell biztosítani a hozzáférést.